Jó napot kívánok, mindenkit szeretettel és tisztelettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a konferencián, és egy izgalmas előadással mutatkozhatok be. Egy jó hosszú címe van, nem papírcsaták, rövid historiográfiai jegyzetek egy hosszú háborúhoz. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy rövid magyarázatot kíván. A Nádasdi Vár, amelynek a képviseletében most itt előadást tartok, Sárváron található a Nádasdi Család Magyarország egyik legmeghatározóbb családja volt, és ez a családi várkastély volt a reprezentációjuknak az egyik központi helye, és nagyjából egészében ez az, ami megmaradt, hiszen 1671 után, a Nádasdi Ferenc országbíró kivégzése után a család elveszítette ezt a birtokát. Mégis azt gondolom, hogy egy ilyen előadás keretében érdemes megnézni, hogy egyáltalán mit gondoltak a török korról, és ezt egy konkrét példán keresztül bemutatni, hiszen maga az az emlék, ami a múzeumban, a vár disztelmében, a mennyezeti freskókon látható, az önmagában is egy törökkori értelmezés, egy kortárs értelmezés, ezért azt gondoltam, hogy érdemes a későbbi értelmezéseknek egy kicsit utána menni. A 18. századba hívok mindenkit, ez az az időszak, amikor megjelennek a nagy történeti összefoglalások, rendkívül változatosak, főleg a Göttingeni és a Hallei Egyetemen. Fontos mozzanata ez a modern történet, történetírásnak, itt kezdődik valahol a modern történetírás, a modern historiográfia, egyre többször elhangzik az, hogy minden korszaknak, minden generációnak újra kell írnia a múltjának a történetét, hiszen a történetíró nem egy magányos figura, hanem benne él a társadalomba, és hat rá annak művelődési, kulturális viszonyai egyaránt. És a 18. század második felében már teret nyer, hogy a történész, tehát a korának a gyermeke, és ezért érdemes nem csak nekik újraírni a történetet, hanem nekünk is újraolvasni az ő történetüket. Előadásom egy kevésbé ismert munka, ez egy nagyon izgalmas megalapítás, Ignácz Aurelius Feszlernek Lipcsében 10 év alatt 1815-től 1825-ig megjelent Teder Ungern und Ider Lanzasse, azaz Magyarország és lakóinak a története. Ez ma általában egy hivatkozási alap, elmondják, hogy megjelent ez a munka. A korábbi irodalomban, a 19. században azonban ez egy híres munka volt, de nem a történészek szoktak rá hivatkozni és használni, hanem elsősorban az irodalmárok. Gondolok itt akár Kisfaludi Károlyra, akár Petőfi Sándorra, vagy Madács ember tragédiájának is forrását képezte, legalábbis a második megírási változatban. És a kettőségnek, hogy másképp viszonyul a munkához az irodalom, és a történetírás az egy jellemző példa, hogy 1867-ben újra kiadják a munkát, de ekkor az emigrációból éppen hazatért Horváth Mihály történész az, aki előszót ír, és méltatnia kell az olvasóknak, hogy miről és kiről is van szó, és rendkívül jelentős munkának tartja, hiszen több a pozitívuma jegyzi meg, mint a negatívuma. Egy szabadságért küzdő nemzet történetéről szól, amelyet mindenképpen is meg kell ismernie a német olvasónak. Kiváló előadásmódként jellemzi a szöveget, jegyezzük meg, azért ez nem olyan könnyű német szöveg, még a korabeli olvasónak se, és dicséri, ami történeti szempontból nagyon fontos a lényeglátását, dicséri azt, hogy pontosan meg tudja ragadni a lényeget, és Horváth Mihály nem véletlenül dicséri a művelődés tötetről, töteti jegyzeteit sem, hiszen Horváth Mihály volt az, aki először igazából a magyar történelemben ezt a problémakört bevezette. Onnak hiányossága is, mondja, hogy a források hiányos ismerete, és a szubjektív megítélések, ami természetes, hiszen eltelt fél évszázad, és maga a kiadója, a német kiadó mondja azt egy másik előszóban, hogy megváltoztak a történészekkel szembeni elvárások, de azóta sem jelent meg jobb munka, amely a német olvasóknak bemutatja Magyarország történetét. Nagyon röviden Feszler Ignác Aurél életéről, egy nagyon komoly munka jelent meg róla a két világháború között Koszó Józsefnek a munkája, aki a bevezetőjében így jellemzi az életét Fesslernek. Négy ország, négy emberöltő és négy korszak. Ez Magyarország, Ausztria, Poroszország és Oroszország az a tér, ahol az ő életpályája mozog, és jezsuitának indul, jezsuita szeretett volna lenni, de aztán a jezsuita rendet éppen Kelemen pápa feloszlatja, és kapucínusnak áll, a kapucínus rendben több évet tölt el, Azonban menekülnie kell egy bizonyos ügy miatt, és ekkor Bécsbe kerül József császár támogatására, és ő javasolja neki a Bécsi Egyetem elvégzését, amelyet el is végez, és teológiai fokozatot szerez, és ezzel hívják meg Lembergbe, ahol pedig a keleti nyelvek tanulmányozását folytatja, és nagyon komoly munkát tesz le az asztalra, de aztán majd innen is menekülnie kell, mert egyre inkább nem szimpatikus neki a Józsefi politika, és 1787-89-ben egy olyan drámát ír, amelyben keményen kritizálja Józsefet, és ekkor pedig Poroszországba menekül, és végül Oroszország lesz életének a befejező szakasza, az utolsó négy évtized, Sándor Czár udvarától Miklós Czár udvaráig, ez a, ez a festmény is itt készül, Sándor Czár udvarába Rombóer János, egy kevésbé ismert, be a Biedermeier korszakban egy híres festő volt. Ő az, aki Kint Oroszországban festi meg Feszler Ignác portréját. Kezdetben inkább irodalmi alkotásokat ír, nagyon sok munkája van amelyek misztikus jellegűek, illetőleg ír a magyar történelem múltjáról is, Attilláról, Mátyás királyról, de Markus Aureliusról is. Ezek irodalmi munkák, de hogyha a bevezetőjüket elolvasuk, akkor látjuk azt a nagyon komoly történeti érdeklődést, amelynek a végpontja maga a tiszkötetes történetírás. 1787-ben utolsó útját teszi meg Magyarországra, ekkor mondjuk tanártársával, Martinovics Ignáccal érkezik Magyarországra. Ugye ő a fizika tanítja a Lembergi Egyetemen, látogatást tesznek Kazinci Ferencnél. Igaz, ez a találkozás magára Kazincire nagy benyomást nem tesz, viszont ez az az út, amikor Feszler felkeresi magyarországi történészeket, többek között Kovacsics Márton Györgyöt, illetve Johann Krisztián Engelt, Horányi Jeleket, Jakosics Józsefet, Jakosics József az egyházi kéz iratoknak a nagy gyűjtője és gondozója, és ő az, akivel elbeszélget, legalábbis őt emlegeti, hogy vele beszélget el, hogy jó lenne megírni Magyarország történetét, és Jakosics ezzel támogatja, és pontosan tudjuk, hogy ezután neki áll ennek a munkának, neki áll az anyaggyűjtésnek. Egy rendkívül tudatos munkáról van szó, 1797-ben már ez a munka, 1787-ben ez a munka elindul, és 1800 1909-ben Kovacsics Márton Györgynek ír két levelet, amelyből az egyikből megtudjuk, hogy a, nem a királyok történetét írja meg elsősorban, hanem a nemzet történetét, amely eddig a háttérbe szorult, és ugyanebben az évben elküldi a tíz kötetnek a pontos tartalomjegyzékét, részletes tartalomjegyzékét, amely lényegében megegyezik a később megjelent kötetekkel. 1823-ban, 24-ben jelenik meg Breslauba, Boroszlóban egy visszaemlékezés, amelyben zarándok útként tekint vissza az életére. Ez tulajdonképpen az élet történetének az egyik alapvető vázlata. Általában ezzel szokták, ezt szokták kihasználni, de komoly elemzés alá még ezt a munkát nem vonták, pedig érdemes lenne. A História című fejezet első gondolata kifejezi, hogy a történet akkor igencsak kókler, hogyha csak a tények és a feljegyzett, szétszórt halott tömegeket hordja össze, és azokat nem elemzi. És akkor elemzésüket kezdjük el az 1824-ben megjelent 8. kötettel, amely Ferdinánd doknak a helyzetével foglalkozik, első és második Ferdinándal, de a Ulászló, illetve Lajos királyjal kezdi, és egyből véleményt formál, és azt mondja, hogy két gyenge férfi és gyenge ifjú volt az, ami ekkor meghatározta a magyar történelmet, uralkodó jellemhibákkal bírtak. Ez mond, ezt mutatja lényegében a gyengeség jele, erő és bátorság hiányában alkalmatlanok voltak a trónra, holott öröklés szempontjából jogos lenne az ő uralmuk, míg a hunyadiaknak öröklési problémáik voltak, nem volt legitim a, tört, a feltétlenül az uralomra kerülésük, de mégis az erő és bátorság az, amely a Magyarország trónjára tette őket és meg is tették azt, amit meg kell tenniük. Meg kell jegyeznünk, hogy Hunyadi Mátyásról írt egy regényt, és ahogy ma Hunyadi Mátyásról tanulunk, hogy a bolond meg egyéb dolgok szokták kísérni, szoktak kísérni a Mátyás királyt, és áruhába van, az Feszler Ignáchoz köthető. És ekkor rátér Ferdinándra és utódaira, és ott hangsúlyozza azt a történelmi feladatot, amelynek teljesítése biztosította, hogy nem veszett oda örökre Magyarország, ugyanakkor kiemeli, hogy ehhez kellett a magyarok kompromisszum készsége, amelyel kitartó küzdelemmel, növekvő belátással és áhidatos magatartással szorították rá az uralkodókat arra, hogy Magyarországnak a szokásai törvényeit betartsák. A török uralom két évszázadda így a magyarok és az uralkodónak az állandó kompromisszumairól szólt. És ez a kompromisszum, ez egy visszatérő téma, ez többször is tárgyalja, nagyon hangsúlyozza szinte minden munkájában, minden kötetében, és az a lényeg, hogy van egy világszellem, a világszellemnek a folyását természetesen nem lehet befolyásolni, viszont ez a világszellemnek az útja nem pontosan ismert. És a történelmi helyzeteknek a tanulmányozása segít ennek a szellemi, világszellem működésének a megértésébe. Egy ilyen egymásnak feszülő ellentét volt Nádasdi Tamás halála után, amikor a Nádor nyolc évnyi uralkodása vagy hivatalviselése után dönt úgy az uralkodó, hogy nem fog Nádort, nem fog Nádort javasolni az országgyűlésnek, hanem helytartók fognak a magyar ügyekben eljárni, és 46 év helytartóval telik el, és ez rendkívüli módon megterheli a kapcsolatokat, és a magyar rendek, a világi főurak az évszázados alkotmányra támaszkodva verik majd vissza sikerrel a Habsburgok elnyomó törekvéseit, és ez az a szituáció, amikor a világ szellem megnyilatkozik, és a magyarok ezt föl és a világ szellemre hivatkozva állnak ellen. Ennek egy eklatáns példája második József, hogy amit, akit eredetileg feszlet támogatott, és mégis, mivel úgy gondolta, hogy maga a második Józsefi politika nem járható út, már későbbi munkáival inkább konok királyként mutatja be, aki nem ismerte föl a magyarok kedélyállapotát, nem ismerte fel azt a magyar mentalitást, amelyet a világ szellem meghatározott. Egy nagyon izgalmas összehasonlításra ad lehetőséget Johann Krisztián Engelnek a Magyar Birodalom magyar uralkodás, magyar királyság története, ez is egy több kötetes munka. Ez azért izgalmas, mert ez néhány évvel korábban jelenik meg, néhány évtizeddel korábban. Ez nem csak egy politika történet, hanem szintén a feltárt adatokra épülő helyzetértékeléseket olvashatunk ebben, és már ez az a, ez az, ezzel kezdődik azoknak a munkáknak a sorozata, amikor már az uralkodó a történészek, a történettíró már visszatekint a magyar korai történetére, és visszatekint a Kárpát-medence korai történetére is. Tehát tudjuk, hogy Feszler is gyakran forgatta Krisztián Engelnek a történeti munkáját, így feltételezhető, vagy biztos, hogy hatott rá. A Feszler Ignác két, a tíz kötethez, összesen két kötethez írt, a tíz kötet közül két kötethez írt előszót, és ebből az első kötetben található előszóban mondja el az első értelmezését annak, hogy ő hogyan látja a magyar történelmet. Ki mondja, hogy a királyok tetteit nem kronológiai rendben fogja megírni, és itt mondja el olvasóinak már, amit korábban 1809-ben Kovacsics Márton Györgynek is leírt, hogy nem a királyok tetteit fogja elsősorban elmondani, hanem első a néptörténetét és a nemességét. És amikor a nép és a nemesség között ha a kompromisszum megvan, akkor a magyar történelem felt felé ívelő szakaszában járunk, de amikor ez a kompromisszum megszakad, akkor bizony ez a felfelő ívelés megszűnik és süllyedésbe megy át. Ilyen volt negyedik Béla, első Ulászló és második Lajos király esetével. Ez a három gyászos napja a magyar történelemnek, amikor az a kompromisszum ez, lesz szakad. Ignác a Magyar néptörténetek három korszakát különbözteti meg, az Árpád király a születés, a vegyes házi királyok az erősödés, és a Habsburgok a megmenekülés és az egységes nemzet kialakulása, tehát ez egy klasszikus, ekkor megjelenő történelmi értelmezési gondolat, hogy fejlődésként értelmezi a magyar történelmet, és Feszler Ignác egyértelműen, ahogy mondja a néva partján, bejárja a magyar Történelem évszázadait, és látja a világszellem fejlődését, látja a világszellem akaratát, és hogy a magyar nép az természetesen a fejlődésnek a népe, és ezért, amikor a, ez a fejlődés megszakad, az kimondottan a király rossz tanácsadói és a nemesek rossz tanácsadóinak köszönhető, akik rosszul irányítják a, a kormányzatot, és ezért vannak a kibicsaklások. A második elő szóban hívja fel a figyelmet arra, hogy a történelem az pártatlannak kell, hogy legyen a történet írásnak. Nem lehet egyik irányba sem elmenni, látjuk, hogy azért ez néha megtörténik, nagyon komoly kritikával illeti például a nemeseknek a Habsburg ellenes mozgalmait, ezekről nem mond sok jót, és a pártatlanság étoszát viszi be a történet írásba, és ezt azzal magyarázza, hogy érzéketlen, hogy az uralkodóknak mondjuk azt, hogy a kedvébe járjon mivel németeknek írta ezt, a Rajna rajnavidéki terjedő németségnek írta ezt a munkát, ezért fölhívja a figyelmet arra, hogy bizony a német olvasóknak tudomásul kell venni, hogy apáik annak köszönhetik nyugalmas életüket, hogy a magyarok megmentették őket a töröknek. Ez egy késői megnyilatkozása a köz, a magyarok a kereszténység védőbástyájának a gondolatának. És a végigolvassuk ezt a tiszt kötetet, és utána a végigolvassuk a 19. a millenniumra megjelent magyar nemzet történetet és szegfügyulának a magyar történetet, a Hóman bálintal magyar történetet, akkor egyértelműen azt látjuk, hogy Feszler Ignác ebbe a sorba nagyon pontosan beírható, és érdemes arra, hogy egy részletes vizsgálat alá vegyük, hiszen olyan szempontokat találunk, olyan értelmezési keretet találunk meg benne, amely mai napig is sok esetben. Meghatározza a magyar történetírást és rajta keresztül ma magyar történelmi közgondolkodást is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!